A magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a bizottság álláspontját az európai ösztöndíjak ügyében, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón azt mondta, az uniós pénzekről zajló tárgyalásokon mindenben úgy jártak el, ahogyan azt Brüsszel kérte. Így nem fogadják el, hogy az összeférhetetlenségi szabályok miatt elvennék a magyar hallgatók ösztöndíj lehetőségét. Leszögezte azt is, hogy amíg nincs megállapodás, addig a kormány biztosítja a nemzetközi diákcserékhez szükséges pénzt. Ami az Erasmus ügyben történik a bizottság részéről Magyarországgal szemben, az elfogadhatatlan és tűrhetetlen. Így értékelte a kormányinfón az Európai Bizottság Erasmus programmal kapcsolatos döntését a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely bejelentette, amíg nem sikerült tisztázni az Erasmus ügyet, addig minden költséget a magyar kormány kifizet, kár egyetlen hallgatót sem érhet. Az Európai Bizottság jelenállás szerint a 2024-től induló programjából kizárná azokat a magyarországi felsőoktatási intézményeket, amelyek alapítványi fenntartásúak és ahol a fenntartó alapítvány kuratóriumában aktív politikusok foglalnak helyet. Gulyás Gergely azt mondta, a magyar kormány erről a kérdésről is tárgyalt az Európai Bizottsággal, jóhiszeműen elfogadta a testület ajánlásait, ezért ha mégsem sikerül rendezni a program helyzetét, akkor a kormány uniós bíróság elé viszi az ügyet. Pontosan úgy jártunk el, ahogyan azt a bizottság kérte, és pontosan úgy fogadtuk el az összeférhetetlenségi szabályok módosítását, ahogyan azt a bizottsággal egyeztettük. Ezeket a megváltozott összeférhetetlenségi szabályokat egyébként az egyetemek már a saját belső szabályzatukban át is vezették. Azt reméljük tehát, hogy a félreértés, hogy nagyon nagy indokolatlan jó indulattal legyek a bizottsággal szemben, gyorsan tisztázható, de hogyha nem, akkor a magyar kormány kénytelen lesz pert indítani. Gulyás Gergely ezután kérdésre válaszolva konkrét európai példákkal támasztotta alá, hogy több más uniós tagállamban is vannak egyetemi alapítványok kuratóriumaiban aktív politikusok. Tudok még Belgiumból, Franciaországból, Ausztriából példákat hozni. Tehát most túl azon a, szerintem nem vitám, mert ténykérdés, amit mondok, hogy túl azon, hogy amiben megegyeztünk, ahhoz mi tartottunk magunkat, és a bizottság számon kéri, egyébként az európai gyakorlat, hogy politikusok bent ülnek egyetem kuratóriumában. Az Európai Bizottság szóvivője szerint a brüsszeli testület még tavaly jelezte a kifogásait, azt azonban nem tudta megmondani, Magyarországnak mit kellene tennie az ügyben. Nem az én feladatom, hogy megmondjam, mi lehet a végső megoldás, de a bizottság biztosan magyarázatot vár a magyar kormánytól arra vonatkozóan, hogyan kívánják orvosolni a hiányosságokat a negyedik reform esetében, mondta az Európai Bizottság szóvivője. A kormányinfón ehhez kapcsolódóan azt is bejelentették, Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a jövő héten Brüsszelben tárgyal az ügyről.